Egyes becslések szerint akár már minden harmadik embert érinthet a magas vérnyomás probléma, de abban talán mindenki egyetért, hogy népbetegségnek számít. Beszélgető társam a téma kapcsán dr. Sánta János belgyógyász, kardiológus főorvos, köszöntöm a 35 perc stúdiójában. Nos, azért ez nem egy olyan jó adat, tehát ez, hogy majdnem minden harmadik embert érinthet ez a probléma, ez egy mostanra kialakult állapot, főorvos úr, vagy ez egy ideje így van már? Kezdjétsokorom, köszöntöm a tévénézőket. Sajnos ez a probléma évek óta fennáll, és az évek során hiába javulnak az orvostudománynak a lehetőségei, a számok növekszenek. Mik ennek az okai? Alapvetően a magas vérnyomásnak kettő típusa van. Az egyik típus az, amikor valamilyen konkrét szervi megbetegedéshez tudjuk kötni ezt a betegséget, vese, idegrendszeri vagy érrendszeri megbetegedéshez. Ezek különböző eszközös vizsgálatokkal igazolhatók, diagnosztizálhatók, és viszonylag egyszerűen gyógyíthatók, hogyha a kiváltó okot megszüntetjük. Ami miatt ez a szám növekszik, annak elsősorban a civilizáció az oka. Természetesen, hogy ha valaki magas vérnyomásos lesz, abban szerepet játszanak bizonyos genetikai öröklött tényezők, a családi halmozódás az erre a betegségre is jellemző. De mi pedig a mai felfokozott életformánkban nem fordítunk egész sok figyelmet az egészségünkre, egészségtelenül táplálkozunk, nem figyelünk oda a testsúlyra, kevés a testmozgás, amivel a magas vérnyomás megelőzhető lenne. Amikor kialakul a magas vérnyomás, abban az esetben egy részletes kivizsgálásra van szükség. Elsősorban mindig életmódi tanácsokat adunk, az életformán kell változtatni annak, akinek kialakul a magas vérnyomása, és ha ezzel nem érünk el eredményt, abban az esetben jönnek a különböző gyógyszeres terápiás lehetőségek. Foglalkozunk ennek a betegségnek a kialakulási lehetőségeivel saját vonatkozásunkban. Mérlegelünk egy kicsit addig, amíg nincs gond? Vagy nem jellemző ez ránk? Attól tartok, hogy ameddig az ember egészséges, addig kevés figyelmet fordít arra, hogy ő beteg is lehet. Csak mivel ön említette, hogy akinek a családjában, tehát szüleinél, nagyszüleinél ez előfordult, vagy halmozottan előfordult, akkor ezek már olyan jelek, ahol akár valaki, nem tudom, itt a megelőzés, az egy jogos kifejezés ennél szerepet, az esetnél. Szerepet játszhat a dologban. Én mindenkinek tanácsolom, hogy akinek a családjában szívbetegség, magas vérnyomás, cukorbetegség fordul elő, az legalább házi orvosi szinten évente szűrővizsgálatra menjen el. Itt nem kell nagy dolgokra gondolni, egy vérnyomásmérés, egy EKG és egy laborvizsgálattal nagyon sok rizikótényezőt ki tudunk szűrni. Mindenkinek tudjuk tanácsolni az egészséges életmódot, a megfelelő táplálkozást, a kevés sófogyasztást, a zsíros nehéz ételek kerülését, és nem győzöm eleget hangsúlyozni a sportolást, a rendszeres testmozgást, amelynek mind a cukorbetegség, mind a magas vérnyomás megelőzése szempontjából nagyon nagy jelentősége van. Vannak-e olyan paciensek, és nem szeretném kimondottan a beteg szót használni, mert hogyha életmódváltoztatással valóban ez az állapot módosítható, vagy úgymond visszacsinálható, akkor azt is mondhatnánk, hogy ez egy könnyű dolog, tehát hogyha nem kellett a gyógyszeres terápiát bevezetni. De a megjelent pacienseknek vajon mekkora része képes arra, hogy ezt valóban napi szinten bevezesse az életébe? Sajnos a tapasztalatom az, hogy pusztán életmódváltoztatással nagyon kevesen tudják megelőzni a magas vérnyomást. Valószínűleg ebben a felfokozott civilizált életformában nagyon nehéz ezeket a utasításokat betartani. Csábításoknak is ki vagyunk téve, a különböző gyors éttermek, a felfokozott élettempó, a stressz,
ennek mindnek szerepe van a magas vérnyomás kialakulásában, és nagyon nehéz ezeket a dolgokat kiküszöbölni, és betartani azokat az elvárásokat, amik a magas vérnyomás csökkentésében szerepet játszanak. Bár vannak olyan pacienseink, akik 10-15 kilót lefogynak, és esetleg későbbiek során még a gyógyszeres terápiára sincs szükség. Sajnos ez a betegeknek elenyésző százaléka. A mai beszélgetésnek az egyik kiindító gondolata ugye az volt, hogy egyre fiatalabban is megtapasztalják a pacienseiknél ezt a betegséget. Ez is abból adódhat, hogy ilyen világot élünk, tehát így éljük a mindennapjainkat, azt tesszük, amit teszünk, és rohanunk. A fiatalkori vérnyomásnak is kétféle típusa van. Van az a típus, amely csak átmeneti, és a serdülőkorral, a stresszel függ össze, és ezt úgymond ki is nőheti. Tehát a későbbiek során nem fog szembesülni a magas vérnyomással, mint betegséggel. De ha megnézzük a mai fiatalokat, sokkal kevesebbet sportolnak, mint mi sportoltunk 30-40 évvel ezelőtt, és amit már említettem, hogy az egészségtelen életforma, a gyors éttermek, a zsíros ételek, a túlfűszerzett ételek és az egyéb üdítőitalok, amelyek tele vannak cukorral, mind rizikófaktorok ebből a szempontból. Ha azt megnézzük, hogy amiről most beszélgetünk, az általában igaz a magyar emberekre. És mi ezekkel az adatokkal, amit produkálunk, ezzel hova tornáztuk magunkat mondjuk ilyen nemzetközi összehasonlításokban? Hát Európában nem állunk jól. Az utolsó harmadában vagyunk Európának az egészséges életforma, magas vérnyomás, kardiovaszkuláris betegségek szempontjából. Már el kell, hogy mondjam, hogy a tengeren túl is nagyon sok a hipertóniás beteg, és nagyon sok a túlsúlyos, keveset sportoló beteg. Úgyhogy ez egy világszintű probléma. Ki lehet ebből gyógyulni? Ha valaki képtelen arra, hogy belátható időn belül életmódot váltson olyan szinten, ami ennek a tünetegyüttesnek az elmúlását hozhatja maga után? Hát azt túlzás lenne azt mondanom, hogy ki lehet gyógyulni a magas vérnyomásból. Nagyon sokat segíthet azon, hogyha valaki a testsúlyából lehet, betartja a diétát és mozog. Nagy mértékben lehet csökkenteni a bevitt gyógyszerek mennyiségét, mert természetesen az sem egészséges, hogyha valaki a magas vérnyomásra 5-6-7 féle gyógyszert szed. Az a célszerű, hogy minél egészségesebben éljünk, és minél kevesebb gyógyszert kelljen szedni. És végül is a magas vérnyomás kezelésének nem az a célja, hogy a vérnyomás mérőnek megfeleljünk, tehát egy 130/80-as vérnyomásunk legyen, hanem az, hogy a magas vérnyomás szövődményeit, a sztrókot, a szívinfarktust és az egyéb szövődményeket megelőzzük. Főorvos úr említette, hogy legalább évente egy alkalommal ajánlatos mindenkinek egy alapszűrő vizsgálaton részt venni. Közben arról is beszéltünk, hogy egyre fiatalabb korban jelentkezik a hipertónia, valamelyik fajtája akár. De mik a tünetek? Mondjuk most itt kimondottan a fiatalokra szeretnék rákérdezni itt a beszélgetés vége felé, hogy ott azért még nem mennek el a fiatalok szűrővizsgálatokra, és tulajdonképpen, mivel ez még eddig nem volt annyira jellemző, ez nem is megy rutinszerűen, tehát még nem épült be az életükbe. Mikor jelentkezik a gond, ha milyen tüneteket tapasztalnak? Hát a fiataloknak is oda kell figyelni az olyan tünetekre, hogyha egyre gyakrabban jelentkezik fejfájás, szédülés, látászavar, gyengeség, fáradékonyság, ezek mind lehetnek a magas vérnyomás tünetei. Ilyen esetben is minden iskolában, kollégiumban ott van egy vérnyomásmérő, pulzust meg lehet számolni, vérnyomásnaplót lehet vezetni, és ennek alapján idejekorán felismerhető lehet még a magas vérnyomás betegség. A fiataloknál is azért, ha jelentkezik egy fejfájás, esetleg bevesznek egy fájdalomcsillapítót, csak ugye mi az, hogy gyakori fejfájás? Tehát ha van egy kis szédülés, vagy rosszul lét, esetleg mondhatja, hogy fáradt, vagy bármi. Tehát félő, hogy esetleg egy ideig elmennek ezek mellett, a tünetek mellett. Hát az is előfordulhat, hogy elmennek a tünetek mellett, de én azt tanácsolom, hogyha valakinek napokig,
vagy esetleg hetekig állnak fönn ezek a tünetek, föltétlenül forduljon orvoshoz. Egy-egy fejfájással vagy egy-egy kis szédüléssel rögtön nem kell orvoshoz fordulni, de ha ez tartósan napokig, hetekig fönnáll, esetleg vizsgai időszaktól vagy stressz szituációtól függetlenül, akkor mindenképpen tanácsolom az orvosi vizsgálatot. Végül azt szeretném megkérdezni, hogy mennyire egyszerű, vagy bonyolult meghatározni, hogy ki melyik tablettát szedje, és milyen arányban, milyen mértékben? Hát természetesen a különböző gyógyszereknek különböző javallatai vannak. Amikor egy magas vérnyomásra kiválasztjuk a gyógyszert, akkor azt is kell nézni, hogy milyen egyéb társult betegségei vannak a betegnek, cukorbetegség, milyen a szívritmusa, átesette esetleg sztrókon vagy szívinfarktuson. Tehát a gyógyszeres terápia most már hála Istennek nagyon széles palettán mozog, és van lehetőségünk mindenkinek az optimális gyógyszeres terápia beállítására. A beszélgetés végén akkor én azt mondom, hogy talán felhívtuk a figyelmet arra, hogy akik még ezeket a tüneteket nap mint nap nem tapasztalják, legalább menjenek el egy évenkénti szűrővizsgálatra. Főorvosuk, köszönöm a beszélgetést. Én is köszönöm.